Több mint egy éve április 4-én kezdődött meg Ferencváros legnagyobb templomának, a Bakács téri római katolikus Assisi Szent Ferenc templomnak a felújítása. Ybl Miklós tervei alapján 1867-ben épült neoromán stílusban, majd 1879-ben szentelték fel. Az építmény szinte majdnem érintetlenül maradt meg eredeti állapotában, a háborúk és forradalmak ellenére. A jelenlegi felújítása teljes épületet érinti, először fennállása óta. Most arra lezárult a munkálatok első üteme, mely során a műemléképület új külsőt kapott. A homlokzatnak a téglás és kőburkolatos részei, a tetőszerkezet újult meg, az egész toronysisak, és jellemzően az épületnek a környezete, ez a kis kőbabás kerítéssel körülvett templomkert. Tehát nem csak a külső kő és szilárd burkolatok újultak meg, hanem az épületet körülvevő park is. A feladatok nagy része esztétikai jellegű volt, így az épület ornamentika restaurálása is, beleértve a kovácsolt vasrácsokat, ablakdíszeket, csatornaelemeket. Az eredeti tetőszerkezet elemeiből 90% épségben maradt, ami annak köszönhető, hogy a történelem viharaiban kevés sérülést szenvedett el. A legnagyobb kihívást a templom sisak helyreállítása jelentette, melyet építése idején a főváros második legmagasabb tornyaként tartottak számon, ha csak nem 67 méteres magasságával. A toronnyal együtt a csúcskereszt is renoválásra került. Műszaki újításokat is megkívánt az épület állapota. Többek között meg kellett oldani a vízelvezetést és a szigetelést is a talajból felszívódó vizek miatt. Az első ütem munkálatai több mint 930 millió forintos állami támogatásból valósultak meg, melyhez Ferencváros önkormányzata is hozzájárult több mint 4 millió forinttal. Egy jó fél évszázados adósságnak is hátat fordíthatunk, hiszen mi ennyivel tudtunk hozzájárulni, hogy az óra eredeti szépségében és működésében állítódik helyre az önkormányzat, a ferencvárosiak jóvoltából az ő adóforintjaiból újult meg az óra, és most már pontosan lehet hallani is, hogy hány óra, nem csak nézni. A felújítás második ütemében következik majd a templom belső restaurálása, mely során a freskók, a mennyezet, a falak kapják vissza régi fényüket. A padló már az első ütemben elkészült, azzal összefüggésben, hogy az épület szigetelését is megújították. Hogy ez a padlóburkolat, ez az Ybl által eredetileg tervezett padlóburkolat mintájára készült, annak megvoltak az eredeti tervrajzai. Ezt a 30-as években cserélték ki a mozaik padlóra, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, ami azt egy padló, egy ilyen gőzfűtéses rendszerrel kombinálva építették ki, és sikerült megtalálni ugyanazt a márványbányát, ahonnan a szentélyben még egyébként meglévő burkoló elemek vannak, tehát ez ilyen szempontból autentikusnak tekinthető, hogy ez ugyanaz a szürke és ugyanaz a fehér márvány van lerakva, ugyanabban a mintázatban, ahogyan ez volt. A padok is megújulnak és ülésfűtés szerelnek be. Az egyedüli meglepetés egyébként a kivitelezés során az volt, hogy az Ybl Miklós által megrajzolt és egyébként jóváhagyott tervek szerint az alapozásnak a síkja az még ez alatt körülbelül 2 méterrel volt jelölve. És nagy meglepetésünkre azt találtuk, hogy itt körülbelül ez alatt 60 centivel véget érnek az alapfalak. Valószínűleg megtalálták azt a teherhordó agyag réteget, amit elég stabilnak éreztek már ahhoz, hogy le lehet alapozni rá a templomot. A neoromán oszlopos kereszthajós altemplom szigetelése is elkészült, illetve egy urna temető is kialakításra került. 9 éves koromban ért az 1956-os forradalom, és a forradalom alatt, hát egy darabig nem tudtunk menni templomba, utána a szájhagyomány útján terjedt, hogy hát a templomba nem, de az altemplom kinyitották. Hát erre fém szüleim, akik katolikusok voltak, anyám, édesanyám, édesapám, hát lementünk ide, lejöttünk ide, akkor még ilyen jó öreg padok voltak, és hát itt volt legalább másfél, majdnem 2 hónapig, itt volt a mise, hiszen fönt belövések voltak, mind az ablak, mind a nyílászárók, ajtóablak, minden sérült volt, ki volt szakadva, hiszen a forradalom alatt a
felkelők, ugye, a templomot is igénybe vették, úgynevezett bástyaként, tehát használták önmaguk védésére, védelmére. Ennyi év után azóta először vagyok itt lent, és hát csodaszép. Az ősszel folytatódó második ütemben restaurálják majd az altemplom mennyezetét is. A terem a jövőben remek helyszínt fog adni kiállításoknak és szakrális koncerteknek, hiszen a Bakács téri templom egyébként is Ferencváros több közösségi eseményének szerves része. Az Assisi Szent Ferenc templom várhatóan 2020-ra fog teljesen megújulni, a Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra.